Sziasztok srácok! Végre valahára beindult a season, ugyanis már a visszaszámláló is bekapcsolt Agency-ben és Midas szobájában, és már csak napok választanak el minket a Doomsday Event-től. Ezen kívül kilíkelődött egy új Icon szériás skin, amit ebben a videóban be is mutatok. Illetve lezárult a Gnom és a Macik háborúja, ezáltal egy újabb titkos challenge került a játékba. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Knight Rider. Nagyon szépen köszönöm a támogatást! Feliratkozó számmal is robogunk a 70 000 felé, úgyhogy ha lehet, hogy elérjük a 70 000-et, akkor streamelés lesz YouTube-on, és egy kis nyereményjáték is lesz. Szóval nem bánom, ha feliratkozol, köszönöm szépen! Térjünk rá az egyik leglényegesebb dologra, bekapcsolt az event számlálója. Az event pontosan 7 nap múlva lesz, ami azt jelenti, hogy jövő hét szombaton lesz. De ha pontosítani akarok, akkor jövő héten szombaton, este 8 órakor. Kitalálni nem lesz nehéz, hogy az event hol is lesz, a sziget közepén, Agency-nél. Pár nap múlva szerintem az Agency felett is meg fog jelenni a visszaszámláló, szóval lehet számolgatni a napokat. Biztos vagyok benne, hogy lesz egy külön LTM is hozzá, ugyanis jövő héten jön hozzá a frissítés, amivel bekerül az event. A visszaszámlálót egyébként Midas szobájában is meg lehet nézni. És ha már ebben a szobában vagyunk, gondolom sokan észrevettétek, hogy a Doomsday gömb bekapcsolt. Különleges energiaféleségnek tűnik, ami a gömbben van, és sárgán világít. A leakereknek hála, meg lehet nézni az utolsó fázisát a gömbnek, és hát elég nagy energia van ebben. Első ránézésre a Zero Point jut eszembe, amikor még ugye Loot Lake alatt volt. Annyi különbséggel, hogy nem kéken világít, hanem sárgán, mintha Midas hozzáért volna, és arany lenne. Ugye az Agency körül voltak kapszulák, és ugye eddig nem csináltak semmit, a mai napig. A visszaszámláló elindulásával elkezdett buborék kijönni belőle. Gondolom az event során nagy szerepük lesz ezeknek a kapszuláknak, valószínűleg valami ki fog jönni belőle. Az eventre nagyon kíváncsi leszek, természetesen streamelni fogom Twitch-en, úgyhogy érdemes lesz nézni, aki esetleg élőben nem tudja megtekinteni. És ha bírom, ha lesz replay, akkor természetesen lesz róla cinematic videó is. Csak egyet kérek az Epic-től, hogy a szerverek ne halljanak le, please. A többi dolog a szigeten jelenleg még nem változott meg, a szék ugyanott van, illetve a csöves még mindig ott csillezik a sziget szélén. Ha visszaemlékeztek Season 8-ra a kőemberre, az is ugyanezt csinálta, leült a vulkán elé és megvárta az eventet. Lehet, hogy ugyanezt történik most is. Kiszivárgott Loser Fruit skinje is, egy újabb Icon szériás skin. A csajról nem sokat tudok, annyit, hogy egy híres női külföldi streamer, illetve még annyit, hogy a Season 9-es Rox volt róla mintázva elméletileg, de úgy látszik, hogy tényleg megkapja a hivatalos skinjét. A zárás sajnos nem tudom, talán 1500 V-Bucks lesz, azt sem tudom, hogy az emote-ját külön lehet-e megvenni, vagy beépített emote, nem tudom. Annyit tudok még biztosra, hogy lesz egy dual csákánya is. Meg persze, jár hozzá egy cuki táska is. Kommentekben láttam, hogy nagyon sokan szídják a skint, hogy ugye, hogy nem is hasonlít ugye a streamerre, meg nagyon csúnya a skinnek az arca. Én csak annyit tudok személyes véleményem alapján mondani, hogy engem nem érdekel, hogy hasonlít-e a streamerre, ugyanis nem is nézem. Az arcára meg annyit tudok mondani, hogy végre nem egy Ctrl-C, Ctrl-V-s arc, hanem egy vadonatúj arc. Meg így, hogy világít ilyen szivárványosan, szerintem egyedi skin. Gondolom sokan észrevettétek, hogy a Ninja skin visszakerült az item shopba. De el kell, hogy szomorítsalak titeket, elméletileg utoljára tért vissza a shopba. Ezt onnan tudom, hogy Ninja felesége Jessica írta ki Twitterre, hogy ugye rengetegen kérték őket, hogy térjen vissza a Ninja az item shopba,
Ezért az Epicet megkérték, hogy még egyszer térhessen vissza a Ninja Shopba, és ugye vasárnapig bent van, és valószínűleg utoljára. iTalk Fortnite is furcsálta ezt az egészet, hogy miért nem rakják be többször, hiszen szerintem a Ninja Skin rengeteg pénzt hoz az Epicnek. Furcsa. Szóval akinek tetszik a Ninja Skin, annak azt ajánlom, hogy most vegye meg, vagy az emote-ját, vagy a csákányát, ugyanis többször elméletileg nem lesz bent. És most pedig jöjjön a gnomok és a macik háborújának a befejezése, a békeszerződés aláírása. Hogy az utolsó challenge-et is megcsináljátok, gyertek ide Weeping Woods jobb alsó sarkába, ugyanis itt írják alá a szerződést. Nincs más dolgotok, mint benyomni egy emote-ot, meg is kapjátok a titkos teljesítményt és egy kis XP-t. Sajnálatos módon szerintem ebben a seasonben nem lesznek overtime challenge-ek. Ugyanis a legutóbbi frissítés után, amint beléptünk, kaptunk egy ingyenes töltőképernyőt. Ez azért is furcsa, mert az Epic megköszöni nekünk, hogy játszottunk, de igazából nem csináltunk semmit, és ugye ezeket a töltőképernyőket, amin ugye az aktuális season van, akkor kapjuk meg, amikor megcsináljuk az overtime challenge-eket. Viszont most egyből megkaptuk. Meg alapjáraton nagyon közel van már a season vége, és ugye az update-tel nem jöttek be az overtime challenge-ek, szóval én szerintem most nem lesznek. De persze, várható még egy kisebb frissítés, talán-talán abban lesz valami. Deadpool szobájában van egy mini játék, amit sajnos mindig elfelejtettem nektek megmutatni a videóban. Annyi a dolgotok, hogy bementek Deadpool számítógépébe, ezután egy kis ikonra rámentek bal oldalt. Ezután elindul a P-Frilly nevezetű mini játék, amiben Deadpool-val vagyunk, és sielni kell, és menekülni a gonosz Pilik elől. Hát srácok, ennyi lett volna az mai teória videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkoztok fel, amíg nem vagytok. Az event előtt szerintem még lesz egy teória videó, amiben nem a viharos teória lesz, hanem valami más. Köszi, hogy megnéztétek a videómat, Ghostly Rider voltam, sziasztok!